Ezt a hatalmas egót, ezt kitől örökölted, apukád vagy anyukád? Szerintem kettőjük összefort. De mindkettőjüknek volt egója? Ennyi, ekkora nem. Ezek voltak a tapasztalataim, ezek voltak a... De ki nevelt téged jobban, apukád vagy anyukád? Hát apám azért. Ő nevelt? Hát figyelj, anyám is nevelt sokat, de úgy gondolom, ami valójában, ami vagyok, azt inkább apám, és most nem a hülyeség, meg a mutogatás, meg ez a... Mert apámnak volt mire beképzeltnek lenni. Én csak... De mert azért, mert sok pénze volt? Nem, azért, mert 6 nyelven beszélt, vagy 7 nyelven beszélt, intelligens volt, több diplomás volt. Arra lehet nagyképűsködni. Most külsőleg, külsőségek alapján nagyképűsködni badarság, de attól függetlenül... Érted? Valahol még bízol, hogy nem kell bemenned? Persze. De most őszintén? Őszintén. Igen? Aha. Csodák vannak. Készülsz arra? Nem tudom. Félsz? Ja. Félsz? Aha. Mitől? Bezártságtól. Neked kell mentálisan erősnek lenni. Az a kérdés, hogy te vagy-e ilyen erős? Édesapád volt ilyen erős? Ő ült 2 évet, aha. De apám egy nálam sokkal okosabb és intelligensebb és tapasztaltabb és akaraterősebb ember, mint én. Apám egyik napról a másikról lerakta a krekket. Én csak úgy tudtam lerakni, hogy meghalt. És én nekem nagyon gyenge az akaraterőm. És voltam már tényleg bezárva. És nagyon... Meg az Edi, tehát annyira, tehát figyelj, már most hiányzik egyébként, amióta itt vagyok, így egész nap. De várjad, amikor oda mentél, akkor nem volt az a fejedben, hogy 32 napot kell már csak kibírnod, hogy lejárjon a felfüggesztettet? Dehogy volt ez a fejemben? Hát az volt a fejemben, hogy egy saját haverom meglopott, akihez oda fogok menni, és pofán is fogom vágni, hogyha ki fogom deríteni, hogy ő lopott meg. Hát ez egy szerencsétlen helyzet, hogy ő mondta, hogy vigyem el a töreg anyjához ez a kis... Hát különben mi a én vittem volna oda? Meg hogy fizessek 2,5 milliót a tanuknak. Tehát nevetséges az egész, ahogy van. Mindegy, tehát van Isten, és Isten az én malomra fogja őket hajtani, az biztos vagyok benne, hogy... Tehát hogyha én most emiatt tényleg éveket fogok ülni a börtönbe, akkor ezt nem kívánom senkinek, de... Tehát, nem, igen, nem is érdekel, nem tudom, mit mondjak, mit merjek mondani most egy tévés műsorban. Most merjem őszintén kimondani, mit gondolok, mert akkor 5 évre csuknak le, hogy mit gondolok erről. Azért, mert én egy külföldi ember vagyok, aki idejött és megpörgette a legnemesebb szervét 7 évvel ezelőtt a tévében, és a semmiből keresett 100 milliót, most ez bűn. Nem is. Ez a bűn. De ez nem bűn. Nem a nem bűn. Azért, mert elítélnek olyan emberek, akik egy életbe 2 látnak, vagy mi? Tehát ez az én bűnöm, vagy mi? Tehát nem lehet az ember önmaga. Tehát az ember, ha meglopják, nem mehet oda haverjához, és nem hagyja pofán. Nem. Na, hát ez egy komoly világban élünk akkor. De sehol nem. Hát de milyen sehol nem? Hát akkor nem is él. Hát jó, de ez nem a vadnyugat. De Peti, egy idegennek, én se haragudnék egy idegennek, de akinek kiöntöm előtte a lelkemet, meg egy fúg, én ezt nem is fogok tudni aludni. Hát ez nevetséges az egész, ahogy van. Tehát nevetséges, hol van itt az igazság? Hát én meg vagyok lopva, és még mindig nincs feljelentést téve. Az állam nem tesz feljelentést az ellen, aki kifoszt engem, mert ez nem lopás, ez kifosztás. Elalszó valahol, azt kiveszik a kabátzsebedből a lóvét. Hát de mi, hogy jelentsem fel úgy, hogy megírta nekem a papírt? Hát én nem vagyok egy gusztustalan ember. Hát oda megyek, megkérem, hogy írjál már egyszer egy papírt, hogy megbocsájtottál. Haragszol rá, nem haragszom, akkor írd már le. Akkor utána aljas módon jelentsem fel, mivel vagyok előrébb. Hát kibaszhatnék vele, hogy feljelentem és berakom, legalább 3-4 ügye van a gyereknek. Most miattam rohadjon a sitten? Én nem olyan vagyok, mint de mások. De Aurélio, az áldozat. Az áldozat azt mondta, az... nem csinálta semmit, és a saját haverjaid miatt mész börtönbe. És akkor ma... Na, és akkor ezekkel mit csináljak? Mit csináljak? Mit csináljak? Nem kérdezted meg, hogy miért csináltátok? Ezek azért, mert irigy kutya az összes azért. Azért, mert valaki... figyelj, hagyjuk ki, hadd menjek, ha itt se alszom, húzok innen a f***omba. Hát úgy főkom magam, hogy mit mondjak nekik? Mit? Mire volt ez jó neked? Azért, mert ő 15 évet ült az egyetemen,
meg, azt nem keresett még 5 millió forintot, én meg a semmiből, aki háromszor járta a tizediket, aki az egész város szégyene volt, érted? Aki csak azért nem lett ki az iskolából, mert anyám meg apám elintézte, már mint anyám elintézte apámnak a pénzéből. Most mit mondjak? Mi a f***omat mondjak? Előtted az élet. Előttem az élet, meg. Kijössz 33 évesen. Pff, hagyjál már, három évet kell ülnöm, föl is akasztom bent magam. Három évet ülni, mert meglopnak. Ne viccelj már. Itt se alszom, megyek haza. Nem is kell a gázsi se. Semmi nem kell. Kenyér se. Helikopter se kell. Hát Beti, hogy mondhatsz ilyet, hogy három évig ülök, meglopnak. Tehát egy ilyen helyre költöztem 7 évesen, ahol nincsen igazság. Figyelj, érzed és tudod a show business-t. Tehát egyébként azt mondom neked, és ezt tök komolyan mondom, vannak olyan csávók, akiknek az imidzsébe ez belefér. Nem és csak én olyan csávó vagyok szerinted? Szerintem igen. A tiédbe belefér. A tiédbe belefér. Beleférne, mindig is belefértek a botrányok. És ettől nem fognak tőled elhatárolódni. Hány ember tudott visszajönni? Most nézd, most nem a Stól Andrást mondom, de nézd meg az Ambrus Attilát, aki fegyveresen bankokat rabolt ki, megváltozott, és visszafogadta őt nem csak a társadalom, hanem még a médiában is kapott és szerepet. A csaja megvárta? Az 10 év volt, vagy 12. És mi a különbség 10 meg 3 között? Az a 7 év, most valaki... Értem a szerelmes, hogy én értem, oké. De... Jó, de nem egyrészt... most... De várj, de honnan... Tekintsünk el a szerelemtől. De honnan tudod, hogy nem vár meg? Most oké, ez egy hipotézis, de honnan tudod, hogy nem vár meg? Honnan tudod, hogy nem vár meg? Te megvárnád? Megvárnád? Én meg, igen. Akkor lehet, hogy ő is. Jó, de én őt sose bántottam meg úgy, ahogy én sokszor őt megbántottam, tudod, nem ugyanaz. De szeret téged meg, különben nem bocsátott volna meg. De ki vagyok már? De tudod, hogy szeret téged, hiszen megbocsátotta azokat, amiket elkövettél ellene. De azért... Hogy nem mentél haza. Ha nem szeretne, akkor már rég azt mondtam, hogy úrélő, hagyjuk. De szeret. Te vagy a mindene, és meg fog várni. Érte és anyukádért erősnek kell lenned. Meg majd a leendő gyerekedért. Nem tudom, hogy én ezt megérdemlem, mert hogy bárki is megvárjon engem. Olyan sokszor megbántottam embereket. De ezek az emberek szeretnek. Tényleg nem hiszem elé, hogy még be vagyok. Senki nem úgy nézed, mint egy ember rablóra. Senki. Azt mondjuk pont letarom, hogy hogy néznek rám. Az, hogy belül mit érzek meg, hogy rámegy a kapcsolat. Nem tudom tényleg. Remélem, hogy a próféta szóljon belőled. Mindegy, én még mindig... Jaj, nem tudom tényleg.